heten meghaltak, köztük egy 12 éves kisfiú és egy alig néhány hetes csecsemő a Herszont ért orosz támadásokban. Erről számolt be az ukrán belügyminisztérium. Eközben a donyecki hatóságok azzal vádolják az ukrán erőket, hogy a civil lakosság ellen vetik be a kazettás lövedékeket. Kijev korábban megígérte Washingtonnak, hogy csak katonai célpontok ellen használják a nagy pusztító erejű fegyvereket. Katonai reptér elleni támadásról és visszavert ukrán ellentámadásokról számoltak be az orosz erők, Kijev pedig légitámadásokról és orosz célpontok elleni tüzérségi akciókról tájékoztatott. Ez pedig a zaporizsiai front, ahol két ukrán férfi újrahasznosított motorokból épített evakuációs bagikat. Ez a jármű mindenre jó. Természetesen nem páncélozott és nincs akkora ereje, mint egy páncélozott járműnek, de nagyon könnyű és mobilis, ezért nehéz célpont, és szinte lehetetlen elpusztítani egy tankelhárító rakétával. Olyan talajon is könnyedén közlekedik, ahol egy páncélozott személyszállító nem képes átmenni. És két hordágy van rögzítve a két oldalára, amivel a sebesülteket tudjuk menteni, mondta a szerkezet megépítője. Kék és sárga csíkos határoszlopot állítottak fel az ukrán katonák a Fekete-tengeri Kígyó szigeten, hogy jelezzék, a sziget ukrán felség terület. A terület az orosz invázió elleni ellenállás szimbólumává vált. A következő határoszlopot az ukrán Krím felszigeten állítjuk fel, amikor a védelmi erőink felszabadítják, mondta az ukrán állami határszolgálat vezetője. Romok maradtak ebből a házból, ahol pár személyes holmit próbál összeszedni ez az asszony, akinek az előző napon halt meg a fia az épületben, amelyet ukrán támadás ért. A hálószoba éppen megmaradt, de biztos a konyhában főzött valamit, amit eltalált a lövedék. A falak és a tető teljesen beomlott és maga alá temette, mondja a 62 éves nő. A másik fia pedig súlyosan megsebesült a 2014-ben kezdődött szeparatista harcokban, ezért nem tud járni. Az oroszok által elcsatolt donyecki terület vezetői szerint az ukránok kazettás lőszereket is bevetettek a lakott területek elleni támadásokban.